1735. áprilisában halt meg Rodoston, II. Rákóczi Ferenc, a Rákóczi szabadságharc vezéralakja, a magyar történelem egyik kiemelkedő személyisége. Ennek alkalmából a diákok számára a várlátogatással egybekötött megemlékezést tartott a fejedelemről elnevezett Sárospataki Általános Iskola. Az ünnepi beszédet Császár Erika, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola történelemszakos tanára mondta, aki arról is nyilatkozott, hogy miért tartják fontosnak a fiatalokat is bevonni az eseménybe. A mai napon ünnepeltük meg II. Rákóczi Ferenc halálának 275. évfordulóját, és úgy gondoltuk, hogy iskolánk névadójához méltóan kellene ezt az eseményt most megünnepelni, hogy a gyerekekben erősítsük a történelmi nagyjaink iránti tiszteletet, és megismerjék névadónkat. Az iskola diákjai ezután koszorút helyeztek el a Rákóczi szobornál, és elárulták azt is, hogy mit tartottak érdekesnek a fejedelem életével kapcsolatban. Nagyon érdekesnek tartom, hogy Rákóczi Ferenc is kiskorában olyan játékokkal játszott, mint mi. Például labdázás, hintázás, sakkozás. Hát nekem a kedvencem a hintázás. Rákóczi a matematika, a csillagászat és a geometria után érdeklődött, és én is ezeket a tantárgyakat kedvelem. Nekem azt tetszett, hogy Rákócziról kiderült, hogy őt is sokszor megbüntették gyerekkorában, mert lusta volt tanulni. Hát ez a mai gyerekekre is jellemző, rám is. És ez... elcsodálkoztam ezen. A megemlékezést Ringer István tárogatós játéka tette még ünnepélyesebbé.